Sziasztok, Peti vagyok és az Aba Group Média csatornát nézitek. A mai nap bemutatom nektek a DaVinci Resolve legfőbb funkcióit és a legfőbb különbségeit az Adobe Premierehez képest. A legesleg markánsabb különbség a DaVinci Resolve jelen verziószáma 17 és az Adobe Premiere között, hogy a DaVinci Resolve a projektjeiteket nem külön fájlokban menti el, hanem egy adatbázisban. Tehát amikor elindítjátok a programot, ehhez hasonló kép fog titeket várni, és itt látható az összes ebben a szoftverben elkészített eddigi projektetek. Itt tudtok új projektet is csinálni, illetve itt tudjátok az adatbázist is kezelni. Az adatbázis kezeléséhez a bal felső sarokban látható négyzetes ikonra kell kattintani. Látható, hogy minden projekt, amit az elmúlt időben készítettem, egyetlen egy adatbázisban van elmentve. Ezt az adatbázist a kocka fölött felfele mutató nyílra kattintva tudjátok kimenteni, gyakorlatilag egy biztonsági mentést készíteni róla. Abban a mappában, amiben a videó anyagaitok vannak, nem lesz elmentve semmilyen projekt csak innen tudjátok megnyitni a projekteket. Természetesen itt több másik adatbázist is importálhattok, illetve új adatbázist készíthettek. Itt alul a New Folder gombbal akár mappákat is készíthettek az adatbázison belül, amibe külön-külön tudjátok tárolni projektjeiteket. Új projektet vagy az új projekt gombra kattintva tudtok indítani, ilyenkor egyből megadhatjátok a projekt nevét, amit később a projekt viselni fog, vagy ha gyorsabban szeretnétek eljárni és a mentés későbbre akarjátok hagyni, illetve a projekt elnevezését, akkor a névtelen projekt, tehát az Untitled projektre kell duplán kattintani. Hogyha az imént említett metódust választjátok, akkor mikor Ctrl-S-t vagy File mentésre kattintotok, akkor kell megadni a projekt nevét. Az első projektetek elkezdéséhez hozzá kell adni a kiválasztott média fájlokat a projekthez. Ezt legegyszerűbben a média gomb alatt tudjátok megtenni, ahol baloldalt láthatjátok az eddig már használt meghajtókat, de akár Explorerből is simán egérrel behúzhatjátok az új fájlokat. A DaVinci Resolve alapvetően 24 képkocka per másodpercre van beállítva, hogyha olyan fájlt szeretnétek hozzáadni, ami ettől eltérő, akkor meg fogja kérdezni, hogy szeretnétek-e átállítani a projekt képkocka per másodperc beállítását. Ilyen esetben mindig azt javaslom, hogy engedélyezzétek ezt. És láthatjátok, hogy a kiválasztott fájlok hozzá lettek adva az úgynevezett média poolhoz. Amennyiben vágás vagy edit módban használjátok a DaVinci resolve akkor itt fönt a média pool gombbal kapcsolhatjátok ki és be azt az ablakot, ahol a média tab alatt hozzáadott fájlokat láthatjátok. Én személy szerint legtöbbet az Edit módban dolgozom. Az Edit módban fogod a kiválasztott fájlodat, behúzod az Edit mezőbe, és láthatod, hogy az Edit mező két részre van osztva. Alul a hangsáv, fölül a kép sáv látható. Ezzel elkészítettük az első timeline -unkat. Egy apró megjegyzés hogyha a timeline-ba húzol egy új fájlt, például én behúzom ide az AVA logót, akkor az a fájl automatikusan hozzáadódik a média poolhoz. Kezdetben elég ennyi, ahhoz, hogy el tudjatok kezdeni egy új DaVinci Resolve projektet. A következőkben megmutatom a további hasznos beállításait a DaVinci Resolve-nak, illetve adok tanácsokat azoknak számára, akik eddig Adobe Premiere-ben vágtak, és szeretnének áttérni a DaVinci Resolve használatára. Köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozunk legközelebb is.